becsukja, és utána be fogja dobni hova? A kukába. A kukába. Ilyen kell otthonra, kidobja a szemedet. Tök jó. Így működik ez a robotkar. Az asztalon a kijelölt útvonalat követő kis autók. Közös az eszközökben, hogy mindegyiket program irányítja. A programozásról, illetve az informatikáról tudhatnak meg többet ezek a felső tagozatos általános iskolások. Itt ma a gyerekek, főleg informatikával, az alapja az egész elektronikának az informatika. Megmutatom nekik, hogy az informatikai technológia milyen módon tud beépülni az ő életükbe, és az későbbiekben hogy tud hasznosulni középiskola, egyetem és egyéb ilyen információk megtanulása terén. Játékos formában tanítok minden nekik. A szakember azt mondja, elsősorban a programozást szeretnék megtanítani. Erre van egy módszerük, így már az első osztályosoknak is bemutatható, hogy valójában gyerekjáték programot írni ezekre az eszközökre. Már évek óta foglalkozunk ezzel, hogy a gyerekek az informatikában otthon vannak, a programozásban nem annyira, és ez a hardware közeli programozás nagyon fontos, tehát elektronikai ismereteik nem nagyon vannak, az iskolából ezt nehezen kapják meg. Itt viszont konkrétan látják a csipeket, a különböző nagyon pici, 1 cm-es kis processzorokat, és ezeknek a programozási lehetőségeink keresztül rájönnek arra, hogy ez nem egy nehézség, és jobban megismerhetnek azoknak a lehetőségeivel, amit később tanulni fognak. Az elektronika mindenképp benne van, a programozás mindenképp benne van, az informatika beéli az egész, vagy bejárja az egész életünket, tehát ez elkerülhetetlen minden szempontból. És ilyen szinten azt is látom, hogy körülbelül 10%-a a gyerekeknek, akik ezt a pályát választják, viszont sokkal nagyobb szükség van, mindenben kütyű van most már, nagyon nagy szükség lesz a programozókra, a jó programozókra. A nyári tábort a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezte. Cél, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok döntését megkönnyítsék azzal, hogy bemutatják a különböző iparágak működését a baranyai cégeknél. A különböző ágazatokat mutatunk meg a gyerekeknek. Ezen a héten a gyógyszeripar, vegyipar, gépipar, informatika és elektronika. Ezek az ágazatok kerülnek bemutatásra. Elsősorban Baranya megyei cégekhez megyünk el, ahol nem csak cég és gyárlátogatás van, hanem interaktív foglalkozásokat is kapnak a gyerekek, így talán közelebb hozzák őket az adott ágazathoz, és ahogy körülnéznek a cégeknél, meglátják valós gazdasági környezetben, hogy az az adott ágazat és az az adott vállalkozás hogy tud működni. Ez az iparkamarai pályaorientációs tábor első hete a nyáron. Ebben a turnusban 16 fiatal vesz részt a napi foglalkozásokon. Ők 5-6-7. Osztályos általános iskolások, akiknek hamarosan dönteniük kell, milyen irányban tanulnak tovább.